A probléma Hajossal és Márkóval következő epizódjában. Sok mindent csináltunk, ami már a fehér papíron van, az azt is jelenti, hogy egyre jobban fogy el az, amit rá lehet még tenni. És az engem nem tölt el elégedettséggel, amit már megcsináltam, hanem általában igyekszem arra koncentrálni, hogy mi lesz majd a következő. És azt érzem, hogy egyre nagyobbak a fehér papírok, és egyre kevesebb a betű, ami nem feltétlenül baj, meg nem akarok egy ilyen zen filozófia jellegű téma sem az önsajnálatnak a vermébe beleesni, hogy ez nem kivitelezhető, meg hogy ez egy olyan dolog, ami miatt én szorongok, hanem most például 36-7 éves fejjel megküzdöttem életemben először azzal, hogy mindezt mondjuk, nem tudom, például tudatmódosító szerek nélkül kell úgy megtenni, hogy vannak olyan beépült, beidegződött részei az életemnek, amiket nem akarok már tovább vinni, és emellett ennek hiányában, vagy ennek ellenére pedig szeretnék olyat csinálni, ami más, mint ami már volt. Már csak pár nap, és érkezünk az új vendéggel és egy új problémával. Iratkozzatok fel a csatornára, és kapcsoljátok be az értesítést. Hamarosan találkozunk. Addig is a láma legyen veletek!